Szerusztok, kedves gyerekek! Éppen menet közben vagyok, de annyira jó dolog történt, hogy muszáj megosszam veletek. Tegnap, február 21-én föltettem egy videót, egy bejegyzést a Kutira oldalára, meg az én oldalaimra, hogy félig üres vagy félig teli a pohár, olvassátok el, érdemes, vicces. És egy nagyon aranyos barátos téma, Viki, hozzá kommentált, hogy de mi van, ha nem is víz van a pohárban, hanem pálinka. És persze nem tudom mondani a nevét, mert nem kérdezte meg a véleményét, hogy mondhatom a nevét, de azért imádom, hogy ilyen emberek vesznek körül, mert hogy ez az egyik legalapvetőbb filozófiai tézis, ami egyébként foglalkoztat mindenkit Keleten és Európában több ezer éve, ugye ezt a bizonyos dolgok muszáj önmagától értetődőek legyenek, ugye self-evident, ugye ez az én filozófiai tanulmányom, azok angolul zajlottak, és az, ugye ezt Arisztotelész hozta be a görög filozófiába, de az egésznek ugye az a lényege, hogy bizonyos dolgok muszáj, hogy egyértelmű legyen, mert hogyha mindig van egy ilyen visszakérdezési lehetőség, az bármeddig mehet, és tök, hogy a Viki ezt így bekommentem, mert ez technikailag a materializmusnak a végpontja, hogy nem tudsz tovább visszafejteni szálakat egy idő után. Tehát, hogyha mi megtanuljuk azt az iskolában, hogy a víz a 100 fokon forr, akkor azt mondhatjuk, hogy oké, de valójában tényleg víz van az edénybe. Jó, akkor hozzuk be azokat a kemikáliákat, meg le lehet tesztelni a vizet. De hogy az a kemikália tényleg az a kemikália, ami bizonyosan le tudja tesztelni a vizet? Jó, tényleg az, de hogy ez most effektíven működik? Nem valami lejárt cuccból lett ez? Kiadagolva nekünk egy kémiai laboratóriumból? Tehát igazából az az érdekes, hogy tök jó bemond ezt a Viki, mert hogy igen, ez a materializmusnak a végpontja, hogy egy bizonyos dolgot nem tudsz tovább fejteni vissza szálakat, mert ott lesz mindig a kételj. Csak most az elmúlt, mit tudom én, hát nem mondom, hogy 100 év, hanem mint az elmúlt 50-60 évben, az már ilyen izé lett, ilyen sik lett, hogy valaki materialista, és hogy megtagadja a spiritualizmust, mert hogy hányszor tapasztaljuk azt a kifejezést, hogy ó, te csak ilyen vakbuzgó vagy vakhited van, de olyan, hogy vak kételj, olyan nincs a szó használatunkban, ugye? Tehát, hogy ameddig te mások kárára hirdetheted a materializmust, és lenyomod a spiritualizmust, te ilyen tök felvilágosult embernek tűnsz. És úgy, hogy egyébként azok az egyetemek egyébként, amik mondjuk azt mondjuk, hogy a felvilágosodást elindították a materializmus szempontjából, az egy pár száz évvel ezelőtt még olyan kurzusokat tanítottak, hogy hogyan kell nőket kínozni, ugye, hogy kifejezetten a női anatómiára és a pszichére fókuszálva, hogy be tudják azt mondani, hogy ők bizony boszorkányok. Igen, mert hogy ilyen kurzusok is voltak az egyetemeken, igen. Szóval semmiből nem jó a vakhit, de még a materializmusban sem, és a tudományban sem. Meg kell azt tanulni, hogy mindenki gondolkodó legyen, és mindenki képezze magát olyan szinten, hogy a saját életére nézve, vagy hogyha valamilyen pozícióban van, legyen az tanár, legyen a szülő, legyen egy főnök, akkor képes legyen döntéseket hozni, meg olyan dolgokat így bedobni a közösség érdekében, amik bizonyos embereket igenis előre tudnak vinni a saját útjaikon. Jó? Tehát, hogy nem birkapásztornak kell kinevelni magunkat, aki tudja manipulálni a tömeget, és akkor hajtani az embereket előre, hanem olyan vezetővé kell válni, vagy olyan tanárra kell válni, vagy olyan szülővé kell válni, aki képes egyénileg is támogatást nyújtani az ő rajta nyugvó embereknek. És hogy azt érezzük, hogy én olyan típusú ember vagyok, aki ezt meg tudja csinálni 100 emberrel, akkor 100 embernek leszek a tanára. Olyan ember vagyok, aki ezt mondjuk 2, max. 3 emberrel tud csinálni, akkor vállalok max. 2-3 gyereket, igen. És akkor nem megyek tovább, nem leszek vezérűrű valahol, mert annyi ember nem tudok foglalkozni, ez egy kapacitás. És persze senki nem tud 10 000-ekkel foglalkozni, de ott van az a spirituális elképzelés, ugye az indiai kultúrában, a védikus kultúrában, hogy nem az a mester, nem az a guru, akit állandóan körbe vesznek ilyen emberek, akik hajbókolnak neki, és akkor több ezer ember ott megy körülött, és akkor de az lesz a mester, aki képes más mestereket kinevelni,
Mert megint csak egy ember, hány ember ezt tudja elüttetni a jót? Mit tudom én? Legyen az egész nap tanít, és akkor este legyen egy előadás, mondjuk 30-40-50 embernek, mert napközben fogadjon még 8-10 ember, és kifúj, ennyi volt a kapacitás. De hogyha kiképez maga mellett 50 másik ilyen mókust, akkor már 50-szer annyi emberhez fogja eljutatni a jó igét. Jó, drágák? Tehát, hogy tanuljunk, képezzük magunkat, ne legyünk buzgó, vakhittel megáldott emberek semmilyen irányba. Képezzük magunkat, fejlesszük magunkat, keresünk olyan helyeket, olyan embereket, olyan intézményeket, ahol el tudjuk kezdeni a saját magunk képzését. És tanuljunk, és képezzük magunkat. Ez lenne a lényeg, gyerekek. Ez a lényeg. Om tatszat.